Nagyon örülünk, hogy a 14. Budapesti Tavaszi Fesztivál programjához egy ilyen nagyszerű kiállítással tud hozzájárulni a Ludwig Múzeum. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi adhatunk otthont Reigl Judit életműve eddigi legnagyobb, legteljesebb magyarországi bemutatásának. Egy olyan művészt mutatunk most be, aki nem csak követte, de maga is formálta a késő modernizmus és a kortárs művészet nagy trendjeit. Űr és extázis. A végtelen tiszta, hideg nyugalmát, vibráló, eltűnő, majd újra feltűnő hang és fényszilánkok hasítják fel. A sebek felfakadnak, majd nyom nélkül záródnak össze. A fájdalom üres, a világ a semmi körül némán kiállt. Az ember előtti időtlenségben, vagy az ember utáni képlékeny hordalékban sodródunk. Valaki mégis fogja a kezünket, és nem ereszt el, mert meg kell mutatnia, mi hajtja ezt az örvényt, mi van a dolgok legmélyén, mi van tőlünk a legtávolabb. Reigl Judit megküzd helyettünk és értünk is a valósággal, vagy amit annak érzékelünk. Geneviève Bonfoy írja Reigl Judit művészetéről. Küzd a hatalmas vásznakkal, teri marokra hajítja a festéket, mintha valami táncot járna, amelyben, mint elmondta, a hang vezette. A vászon volt a tamtam, a festmény pedig a zene, a szó alapvető ősi jelentése szerint hang, ritmus, vibrálás. Reigl Judit élete, hitvallása és művészete akár egy filmsorozatot is megérdemelne. A negyedik kép az legyen ez a kép, ami itt készül, és amit majd el fogunk neki küldeni. Most itt a Ludwig Múzeumban, ahogy itt állunk vagy ülünk. Judit egészségi állapota nem engedte meg, hogy most itt legyen közöttünk, de alkotásai által itt van. Itt van, és itt van a szívünkben is, Budapesten. Azon magyar művészek egyike, akik a 20. században Franciaországot választották új hazajuknak. Ez az önkéntes száműzetes, amelyben Rozsda Endrével vagy Hantal Simonnal osztotott, a maga konkrét, individuális módján meséli el az európai 20. század drámai történetet. Azt a történetet, amelynek nem szabad megismétlődnie. Olyan kiállításról van szó, amely kiemeli a művész nemzetek fölötti jellegét. Elhagytam egy blokkot, hogy egy másik sorhoz se kelljen tartoznom. Nem vagyok se menekült, se migráns, se integrálódott. Nemzetek fölötti vagyok. Judit volt az, aki szinte személyesen kívánta azt, hogy eljöjjek én ide erre a kiállításra, hogy őt személyében képviseljem. És ma, 90 évesen, a művésznő a földön fest, hihetetlen energiával, hatalmas ecset vonásokkal, fekete tintával, megfesti, hogy hogyan repülnek a madarak, és hogyan népesítik be a korlátlan eget.